Sziasztok! A mai videó nem sorozatgyilkosról vagy sorozatgyilkosokról fog szólni, hanem egy kicsit más ügyet szerettem volna feldolgozni. Egy olyan ügyet, amit mostanában hallottam, és nagyon-nagyon érdekesnek találtam, és remélem, hogy nektek is nagyon érdekes lesz. És mielőtt felháborodnátok, hogy itt nem lesz gyilkosság ebben a sztoriban, az a helyzet, hogy ezt az ügyet úgy emlegetik, pontosabban azt a házat, ahol végül az ügy lezáródott, hogy a horrorháza. Úgyhogy én azt gondolom, hogy abszolút a mi témánkba vág. Hát vágjunk is bele, a mai ügyünk nem fog másról szólni, mint a Turpin családról. A Turpin család ügye nagyon-nagyon régen kezdődött, egy anyukával, vagy hát pontosabban egy nővel és egy férfival, méghozzá David Turpinnal és Louise Turpinnal, aki Robinette néven született. Egyébként 7 évvel idősebb David, mint Louise, és már nagyon fiatalon megismerkednek, egy ilyen vallási közösségbe járnak, és David elmondása szerint, amikor Louise 7 éves volt, ő akkor szeretett bele. Vagy de amikor 10 éves volt. Szóval amikor Louise 10 éves volt, akkor ő 17, és egy 17 éves fiúnak egy 10 éves kislány tetszett. Nekem már ez egy kicsit olyan, amire így felhúzom a szemöldökömet, hogy ezt úgy hívják pedofília. Igen, semmi baj. Na de hát elvileg akkor nem kezdődött még közöttük, semmilyen kapcsolat nem volt. Azt David családjáról nem igazán tudunk semmit, viszont Louise családjáról lehet tudni, hogy ott volt szexuális bántalmazás, magát Louise-t is egy közeli családtag szexuálisan bántalmazta, hogy az összes lánytestvérét, és hogy ráadásul ez ilyen, tényleg ilyen öröklött sors szerűen ment tovább, ugyanis képzeljétek el, hogy Louise anyját is szexuálisan bántalmazták, és a Louise anyjának az anyját is, tehát Louise nagymamája is szexuálisan bántalmazva volt. Nagyon-nagyon-nagyon szomorú, végtelenül szomorú, hogy ebből a körből nem tudtak kijutni. Louise-nak egyébként sok testvére volt, és aztán nagyon fiatalon összejön végül Daviddel, és 1985-ben, amikor Louise 16 éves, David pedig 23, összeházasodnak. Egyébként így a család támogatja ezt a kapcsolatot, mindkettőjük családja, és azt mondják, hogy ők egy nagyon helyes pár. Egyébként, ha csak a fényképeket nézem, én is azt mondanám, hogy de kis helyes pár. Na és amikor ők összeházasodnak, akkor Louise és David Turpin megbeszélik, tehát ők megbeszélik egymással, hogy ők azt gondolják, hogy Isten arra hívta el őket, hogy annyi gyerekük legyen, amennyi csak lehet. És hogy ők ezért nem fognak védekezni, sőt, arra fognak törekedni, hogy minél több gyermekük legyen. Hát ez össze is jön nekik, 1988 és 2015 között összesen 13 gyermekük fog születni, ebből 10 kislány és 3 fiú. És az a helyzet, hogy kívülről egy nagyon-nagyon boldog család képét mutatják ők, azért azt lehet tudni, hogy nagyon-nagyon zárkózottan élnek. Tehát soha semmelyik osztálytárs nincs meghívva hozzájuk, hogy a szomszédokkal soha nem akarnak barátkozni. És egyébként nagyon hamar a szülők úgy döntenek, hogy otthon fogják oktatni a gyermeküket. Ugye ez Amerikában teljesen biztosított, hogy lehet otthon oktatni a gyermeket. És az a helyzet, hogy én nem vagyok teljesen tájékozott ez ügyben, és próbáltam megkeresni, hogy ez hogy van, mert nálunk úgy volt, mármint Magyarországon, hogyha otthon oktatják a gyermeket, akkor bizonyos időn közönként vizsgáznia kell a gyereknek. Minden év végén, ahány évesnek megfelelő osztálynak az anyagából le kell vizsgázni. És ezt nem tudom, hogy Amerikában nem így van, valószínűleg az esetből kiindulva nem így van, de minden esetre érdekes, hogy ez így működik, hogy bemondom, hogy a gyerekemet iskolá otthon tanítom, és onnantól kezdve senkit nem érdekel, hogy én tényleg tanítom-e otthon a gyereket. És hát ebből már rá is jöhettek arra, hogy hát ők nem vették nagyon komolyan ezt a feladatot, hogy otthon kéne oktatni. De még egyszer mondom, kívülről tök cukik,
A gyerekeket soha nem viszik ki játszótérre, és soha nem lehetnek kint a kertben. Egyébként rengeteget költöznek, tehát kb. Ilyen 3-4 évente költöznek, és valószínűleg ez az egyik oka annak, hogy nem kapják el őket nagyon-nagyon sokáig a tetteik miatt. De hogy ilyenek tűnnek fel a szomszédoknak, hogy a gyerekek sosincsenek kint a kertben, hogy sosem viszik őket játszótérre. Tehát, hogy ilyenek azért így feltűnnek a közösségeknek, de először és utoljára egyetlen egy szomszéd jelenti be, hogy ő szerinte ezekkel a gyerekekkel valami nagyon nem stimmel, és ez 2014-ben történik, és akkor elvileg ugye, hát a gyámhatóság megkezdené a nyomozást, de mivel hogy a gyámhatóság Amerikában is iszonyúan leterhelt, és hát egy jómódú fehér családról van szó, az apuka mérnök, az anyuka ugye otthon neveli a gyerekeket, hát nem ők az elsődleges prioritás, hogy a gyámhatóság elkezdjen nyomozni utánuk, és mire ők kerülnének sorra, hogy na jó, akkor most már kimegyünk, megnézzük, hogy mi van ezekkel a gyerekekkel, addigra már elköltöztek egy másik államba. És így ússzák meg végül is azt nagyon sokszor, hogy őket utolérje a rendszer, vagy utolérjék a mindenféle szervek őket. Egyetlen egy helyen hagyják úgy ott a lakást, hogy az megint nagyon gyanús lesz az új tulajdonosnak, tehát hogy a gyerek ágyakon láncok és kötelek és bilincsek vannak, és ezt így ott hagyják, és, de nem jelentik ezt, megint csak. Nyilván nem tudom, hogy én szeretném azt hinni, hogy én ezt jelenteném. De persze nyilván nem tudhatom, hogy én hogy viselkednék egy adott szituációban. Minden esetre azért nekem egy picit fura, hogy mondjuk megveszel egy lakást, átveszed, és ott ilyen mindenféle kínzásra utaló jeleket látsz, és így nem jelented. Nem mindegy, hát ez így történt, hogy nem lett jelentve. Na és hogy akkor végül is, hogy bukik le ez a két ember, és hogy mit csináltak tulajdonképpen. 2018. január 14-én az egyik kislányuk, nevezetesen Jordan, egyébként mindegyik gyermeküketnek a neve az J betűvel kezdődik, mint Jézusra utalva, tehát 13 J betűs gyermekük van. Szóval, de ezek közül az akkor 17 éves Jordan kiszökik az utcára. Ezt megelőzően a nagyobb gyerekeknél párnak van mobiltelefonja, és ez egy okostelefon, mert ugye nem nagyon lehetett más kapni, okostelefonja van, de hogy arra van nekik az okostelefon igazándiból, hogy a szülők utasításokat adjanak nekik azon. És az egy, ez a Jordan nevezetű lány, iszonyú bátor egyébként, tehát hogy én néztem vele mindenféle riportokat, na és ez a Jordan nevezetű lány volt az, aki először csak sutyiba videókat nézett rajta, és méghozzá Justin Bieber videóklippeket nézett ez a 17 éves lány, és azt meséli, hogy ez neki azért volt ilyen nagyon nagy sok, mert hogy ő azt látta, hogy vannak emberek, akik nem úgy élnek életet, mint ahogy ők. Nem az történik velük, nem olyan az életük, sokkal szabadabban, és hogy ő erre kezdett el vágyni. És képzeljétek el, hogy elkezd videókat csinálni sutyiba, amikor nincsenek otthon a szülők, és feltölteni az internetre. Valahogy ezt megtanulja, hogy hogy kell feltölteni az internetre. És ott, hát ugye nyilván egy social media felületet használ, és hát szinte senki nem követi őt, nyilván, mert hogy egy fürdőszobában áll, és ott mond valamiket, de mégis lesz egy-két követője, vagy pár, és az egyik követőnek tűnik fel az, hogy mindig éjszaka videózik, hogy mindig ugyanott, hogy milyen a ruhája, és elkezd vele beszélgetni ilyen privát üzenetekben. És az a helyzet, hogy ez az ember, ez aki
Egyébként nem derült ki, hogy ki volt az, kezdi el neki mondogatni azt, hogy figyelj, ez így nem normális, figyelj, az élet nem ilyen. Nem így nevelik az emberek a gyerekeiket. Ha veled tényleg azok a dolgok történnek a családodban, amiket te mondasz, akkor nagyon-nagyon gyorsan menj el onnan, mert nem szabad ott maradni. És ez az idegen, aki ebbe az üzenetekbe őt erre bíztatja, az egyik oka annak, hogy aztán végül is 2018. január 14-én úgy dönt Jordan, hogy ő megszökik ebből a házból. Na de, hogy milyen horror történetek vannak. Szóval, hát gondolom kitaláltátok, hogy az ágyakon lévő kötelek, láncok és bilincsek azok arra valók, hogy a gyerekeket oda láncolják és oda bilincseljék. Ezen felül naponta egyszer adnak nekik enni, de az ennivala, tehát hogy az enni adás is, hát hogy is mondjam, eléggé szűkös, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon kevés ételt adnak nekik. Ezt avval magyarázzák egyébként a szülők a gyerekek részére, hogy mert hogy túl sokat esznek, mert túl sokan vannak, és ezért ez a szabály, hogy ők naponta csak egyszer ehetnek. Jelzem, a szülők maguknak nagyon jó helyekről hoznak kajákat, és ők megeszik a gyerekek előtt, akik nem kapnak enni. Tehát ezt erre azért szeretném felhívni a figyelmet, hogy érdekes módon arra van pénz. Ezen kívül nem végeznek házi munkát, tehát se David, se Louise nem gondolja azt, hogy házi munkát kéne otthon végezni. A gyerekeknek hihetetlenül koszos a ruhája, tehát hogy a fényképeket látva én megdöbbentem, hogy ilyen ruhák van, tehát hogy soha nem mossák ki, és soha... Évente egyszer engedték meg a gyerekeknek a fürdést, ugye naponta lehetett enni, illetve a házban tartottak ketreceket, ilyen kutyáknak való ketreceket, ilyen, nem tudom, hogy ezt hívják-e kennelnek, nem értek a kutyákhoz, jó? Tehát nem ér kicsúfolni azért, mert hogy nem tudom, hogy a kennel és a ketrec között mi a különbség, tényleg nem tudom. Ne, szóval valamelyik a kettő közül ilyen kocka alakú, vagy téglalap alakú, ilyen nagyobb ketrecek, és ezekből tartanak párat, és ezekbe rakják a gyerekeket büntetésképpen, amikor csak lehet. És akkor persze fölmerülhet bennetek a kérdés, hogy de hát, hogy lehet az, hogy ezek a gyerekek nem szöknek meg előbb, meg hogy lehet az, hogy hát kvázi felnőtt gyerekek is vannak ott. A legidősebb gyerek, amikor szabadulnak, 28 éves, tehát hogy az már nem gyerek. De az a helyzet, hogy mivel hogy otthon tanították őket, és teljesen izolálva voltak, nem találkoztak senkivel, a rokonok nem jöhettek oda, el voltak tiltva, nem beszélhettek a gyerekekkel, tehát csak és kizárólag úgy nőttek fel ezek a gyerekek, hogy csak a szüleikkel volt kapcsolatuk, illetve egymással, iszonyú keveset tudtak a világról. Nem tudták azt a fogalmat például, hogy mit jelent az, hogy gyógyszer. Nem tudták azt a fogalmat, hogy mit jelent az, hogy rendőrség. Nem voltak megfelelően edukálva. A nagy részük nem tudott olvasni, írni. Hihetetlen szellemi nyomorban nőttek fel. Kínozták őket. Fizikailag, lelkileg, mindenhogyan napi szinten bántalmazták őket, megalázták őket a lehető legváltozatosabb módokon. Olyan szinten voltak lemaradva a többi társukhoz képest, ami behozhatatlan. Na és aznap, amikor Jordan megszökik, terve is van. Van egy terve, és nekem ez annyira tetszik, hogy ő ezt kitalálta, hogy ő ezen gondolkodott, hogy ő ezt megszervezte, hogy ő ennek utána nézett. Ez az idegen, aki a privát beszélgetésekben segít neki, mondja azt, hogy a 911-et kell felhívni. És Jordan éjszaka kiszökik, kitámasztja az ablakot, kiszökik, előtte fényképeket csinál két testvéréről, aki aznap oda van bilincselve és láncolva az ágyához, amin nem cseréltek lepedőt olyan 8 éve, és megszökik. Elsétál 3-4 utcasaroknyit, erről egyébként van egy felvétel is, és hát tényleg az embernek a szíve megszakad, hogy egy csomószor megáll, így pánikba esik, hogy most visszamenjen, ne menjen, mert hogy komoly félelme van arra vonatkozólag, hogy őt megölnék, hogyha ha megtalálják, és kiderül, és őt fogják először
elkapni a szülők, és nem tud segítséget szerezni, hogy akkor tényleg őt meg fogják ölni. És ami csodálatos még ebbe a kislányba, vagy hát már nagylányba, mert ugye 17 éves, hogy ő azért akar kiszabadulni, hogy megmentse magát és a testvéreit. És ő meg akarja menteni a testvéreit ebből. És szerintem ez hihetetlenül bátor, és nagyon-nagyon nagy dolog. Na és elmegy három utcasarkot, és felhívja a 911-et. És én meghallgattam ezt a 911-es telefonhívást, fönt van az interneten, meg lehet találni. Egyrészt nem mondod meg, hogy ez egy 17 éves lány, azt hiszed, hogy egy 6 éves kislány telefonált be. A szóhasználat, a hangja, a mindene alapján azt gondolod, hogy ez egy tényleg egy kislány, nem egy 17 éves nagylány. És hála az égnek komolyan veszi a rendőrség, és kimegy a helyszínre, és a rendőr először azt hiszi, hogy ez csak, hogy megszökött egy gyerek otthonról. És tudja ez a kislány, hogy nagyon-nagyon gyorsan el kell mondania, hogy ez nem az, mert hogy akkor még visszaviszik a házba, és elkezdi mesélni, hogy miket csinálnak velük a szüleik. És mondja, hogy de bizonyítékom is van rá bizonyítékom. És előveszi a fotókat, és megmutatja. És ez az a pont, amikor a rendőrség megváltoztatja a hozzáállását, és nem azt gondolja, hogy itt egy megszökött kis gyerekről van szó, aki ilyen nagy túlzásokba esik, hanem komolyan veszi és elhiszi, hogy itt tényleg az történik, amit ez a kislány mond. És akkor bemennek a házba, és amit ott találnak, attól nagyon-nagyon-nagyon megrettennek. Ezek a gyerekek félelmetes állapotban vannak, tehát, hogy fizikailag, lelkileg, szellemileg annyira alul vannak, alulmaradottak, és hogy egyszerűen a rendőrségnek a bűz. Halott házi kedvencek tetemei vannak szétszórva a házba. Tehát, hogy nincs olyan felület, ami nem lenne telerakva szeméttel. Nem vitték ki a szemetet a házból, hanem szétszórták a nappaliba meg a szobákba. Ki az az elmebajos, aki ilyet csinál? De most komolyan, hogy az kinek jó és miért? Ezt valaki magyarázza meg nekem, hogy miért jó, ha nem viszed ki a szemetet a lakásodból, hanem ott bűzdik. Miért? Miért? Tehát, hogy az, hogy... És ez egy kertes ház, ez egy családi ház, tehát kivinni innen oda a szemetet azért nem akkora feladat. Akkor képzeljétek el, találnak új ruhákat a gyerekeknek címkével, és hogy ez meg volt tiltva a gyerekeknek, hogy fölvegyék a ruhákat. Tehát csak azt lehetett felvenni, azokat a borzalmas, koszos, tényleg majd rakok ki képeket, hogy milyen ruhákat találtak ott meg, hogy az egész milyen volt. Aztán találtak a házba rothadó, penészedő ilyen ételmaradékokat, akkor ahonnan a szülők ettek, McDonald's, meg különbözőféle ilyen gyors éttermek, hogy az onnan származó dobozok, papírok, minden szanaszéjjel szólva, megtalálják a ketreceket, megtalálják. És a ketrecekbe pisültek ezek a gyerekek, amikor be voltak zárva, és az ott volt hagyva. Tehát, hogy jaj, nekem, igen. Na, és hát letartóztatják ezt a két jó madarat, és a gyerekeket pedig kórházba viszik. És nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy ez mennyire nem túlzás, hogy a gyerekek milyen állapotban voltak. A gyerekek több hetet töltenek aztán kórház, különbözőféle kórházba, hogy megpróbálják őket rendbe hozni. Vannak olyanok, akik annyira alultápláltak, hogy ezért fizikailag a belső szerveikben elváltozások vannak. Van olyan gyerek, aki azért, mert nem kapott megfelelő mennyiségű ételt és minőségi ételt, szívbetegsége alakult ki. A legidősebb gyerek, ugye, aki 28 éves ekkor is, akire azt gondolhatnánk, hogy miért nem megy el otthonról, 37 kg volt, amikor megtalálták azt a fiút. 37 kg volt. Tehát konkrétan, mint ahány kilósan Auschwitzban megtalálták az embereket. És nem vette észre senki. A gyerekeknek egyébként meg volt tiltva, hogy mozogjanak nagyon,
Ez is kihatással volt a szervezetükre. Nappal kellett aludniuk, éjjel lehettek fönt, és akkor is ülniük kellett. Nem mehettek oda az ablakhoz, nem nyithatták ki az ablakot, nem húzhatták fel a redőnyt. Tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon durva, kegyetlen szabályok voltak a gyerekekre nézve, és hát nagyon durva megtorlások voltak, hogyha nem tartották be a szabályokat. Na és hát börtönbe zárják ugye ezt a két jó madarat, vagy pontosabban letartóztatják, és várják az ítélet hirdetést. És az a helyzet, hogy először ártatlannak vallják magukat, és tényleg nem értik, hogy mi a baj. Tehát, hogy ez a két ember, akik verték, kínozták, éheztették, megaláztak. Tehát volt olyan gyerek, akit lerúgtak a lépcsőn. Eltört valamilyen, nem vitték orvoshoz, rosszul fört össze. Tehát, hogy ilyen dolgokat csináltak, ők úgy gondolják, hogy ők ártatlanok. A 11 éves gyereküknek akkora volt a karvastagsága, mint egy 4 hónapos kisbabának. A 11 éves gyereküknek akkora volt a karátmérője, mint egy 1 hónapos kisbabának. Tehát, hogy, és ők ártatlanak vallották magukat, és láttam felvételeket, amikor a bíróságon ők úgy gondolták, hogy akkor hát ők most elmondják, hogy ők is felszólalnak, és bocsánatot kértek a következő módon, ha hibáztam, ha bántottam volna valakit, ha esetleg valakinek fájdalmat okoztam volna, akkor bocsánat. Ez volt a bocsánatkérés. De úgy felidegesítettem az amit. És ők szomorúak voltak, hogy a gyerekei kiálltak, és hogy ellenük tanúskodtak. Ez őket mélyen megrázta. Végül 2019. február 22-én megváltoztatták egyébként az álláspontjukat, eztem a szívüket, és mégiscsak bűnösnek vallották magukat. Az ügyvédük javasolta ugye azért, hogy akkor talán kevesebb büntetést kapnak, és nem jött be a számítás, és ezért egyébként ilyen nagyon érdekes ez az ügy, mert hogy olyan mértékű büntetést kaptak, hála az égnek, ami nagyon-nagyon ritka, ritkának számít, ugyanis életfogytiglani börtönbüntetést kaptak a szabadulás lehetőségével 25 év után. Tehát, hogy végül is szabadlábra lehet őket helyezni 25 év után, tehát nyilván azért ez nem most lesz, hála az égnek, és hát úgy, hogy nem követtek el végül is gyilkosságot, olyan büntetést kaptak, amit általában gyilkosságok esetén szoktak kiszabni. Úgyhogy én az a helyzet, hogy én például magával a büntetés mértékével én azt gondolom, hogy meg vagyok elégedve, tehát hogy én itt ezt abszolút reálisnak tartom, ezt a büntetés mértékét. De hát nem vagyok meggyőződve arról, hogy ők tudják, hogy mit csináltak rosszul, és hogy ők tényleg vállalják érte a felelősséget. Ez a felvételeken, illetve amiket mondanak, azon látszik. Viszont, hogy mi lett a gyerekekkel? Hát az a helyzet, hogy annyira szeretném nektek azt mondani, hogy kaptak egy hatalmas házat, a nagyok kaptak ellátást, és aztán lehetett nekik tanulni, és munkát keresni, és együtt élnek, és boldogok, és nagyon szeretném nektek ezt mondani, de az a helyzet, hogy nem mondhatom ezt. A gyerekek sorsa nagyon-nagyon sokféleképpen alakul. A többségük kérte az anonimitást, ezért például nem is látszódnak az arcuk fényképeken, el vannak torzítva az arcok és hasonlók. Van egy gyermek közülük, aki egyetemre járt aztán, és tényleg a tanulásba találta meg az útját, és el is tudta végezni az egyetemet. Ugye most nem olyan rég végezte el. Aztán van olyan gyerek közülük, vagy gyerekek, akik el tudtak helyezkedni, és munkát tanultak, és boldogulnak, és lakást bérelnek, és fizetik a számlát, és rendes állampolgárok. Viszont van egy gyermek, akiről tudjuk, hogy hajléktalan lett, vagy hát már felnőtt, ugye? Egy, akiről tudjuk, hogy hajléktalan lett, van a kiskorúak, azok pedig nevelőszülőkhöz kerültek, és azt is lehet tudni, hogy
nem egy családba kerültek, hanem szétszórva, és van három olyan kisgyerek, akit aztán megint csak ki kellett emelni a családból, mert megint egy fizikailag bántalmazó családhoz kerültek. Tehát ez a... What the heck? Most komolyan, tehát hogy vannak ezek a gyerekek, akiket egész életükben kínoztak, és arra nem figyeltek oda, hogy olyan családba helyezzék el őket, ahol nem folytatódik a kínzásuk. Tehát tényleg, most komolyan. Úgyhogy őket aztán megint átszállították egy másik családhoz, de az a helyzet, hogy nagyon-nagyon nehezen alakul az ő életük, és nagyon nehezen találják meg a helyüket, és nagyon-nagyon-nagyon nehezen tudják behozni azokat a hátrányokat, ami az életük első harmadában érte őket. Szóval nehezen találják meg a helyüket, nehezen tudnak felzárkozni műveltségben, intelligenciában, fizikai állapotban, mindenben. Szóval, hogy egy olyan hátrányból indulnak, amit nagyon-nagyon sokan nem tudnak közülük leküzdeni. De én nagyon sajnálom, hogy ennyire szétszakadtak a testvérek, és hogy nincs lehetőségük. Illetve volt egy alapítvány, vagy hát gyűjtöttek nekik pénzt, hogy ez, és nagyon sok pénz összejött, és persze leléptek ebben az összeggel, és nem kapták meg soha ezek a gyerekek. Úgyhogy ez is egy ilyen végtelen szomorú fordulat a történetben. Úgyhogy hát nagyon-nagyon sajnálom, de ez szerintem tényleg, tehát ez a horrorház, ez abszolút megállja a helyét, és bárcsak azt mondhatnám nektek, hogy ezeknek a gyerekeknek aztán olyan könnyű és vidám élete lett, amiért megérdemeltek, nem lett olyan. Végtelenül szomorú, hogy Amerikában is, és szeretném, és az ist szeretném itt nagyon megnyomni, mert nálunk is így van, ennyire magára vannak hagyva ezek a gyerekek, és ennyire nem számítanak, és ennyire nincs meg egy jó rendszer, ami aztán segíteni őket, hogy épp és egész teljes életet élhessenek. Hát remélem érdekesnek találtátok ezt a történetet. Vigyázzatok nagyon-nagyon magatokra. Legyen szép napotok. Sziasztok!